lesz egy kis időnk, és hát elég mély ez az egész tanítás, úgyhogy én kérem a mennyei atyát a Jézus nevében, hogy bontsa ki ezt az igét továbbra is, hogy ne én beszéljek. És Uram, főleg nem akarok eléd kerülni, meg lemaradni se, hanem valóban ott akarok lenni, ahol Te vagy, Te jelenlétedben. Kérlek, vigyél be bennünket az igébe, az ige érintse meg a szívünket, hogy élő legyen, és ható, és elhasson a legbelsőkig, hogy jelentsed ki magad ezen keresztül a Jézus nevében. Amen. Ez a János evangélium, ugye a 16-os verset olvastam utoljára, hogy kirekesztenek benneteket, megölnek benneteket, és azért cselekszik ezt, mert nem ismerték meg az atyát és engem. Tehát az biztos, hogy maga az Istennek a megismerése, az szükségeltetik olyan szempontból, hogy ne ölje meg a hitet. Különben, ha nem ismerik meg az atyát és a fiút, akkor sajnos gyülekezetekben ma is folyik az a dolog, hogy megölik a hitet. Megölik a hitet azok a vezetők, akik nem ismerték meg az atyát és a fiút. És sajnos ilyenkor van az, hogy nincs önálló vezetésük a testvéreknek, hanem vezetettségre vannak állandóan rászorulva, mert a hit már nem működik bennük, az az élet, amit Krisztus adott nekik. És folytatja tovább Jézus ezeket a gondolatokat, és azt mondja, hogy van egy olyan vezetés, amit ő el akar küldeni, és amit be akar hozni, és akarja, hogy minket jellemezzen, és azt mondja, de én az igazat mondom néktek, a 16.7-től olvasom, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, és az, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem látok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljön az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket jelenti meg. Az engem dicsőít majd meg, mert enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondom, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy kevés idő, stb. Most egy kicsit megállok. Tehát azt mondja, hogy ez az igazságnak a szellem, aki jön, az elvezérel bennünket, az igazságra, ez a 13. versben van, azt megjelenti a bekövetkezendőket, az elkövetkezendőket, és a harmadik pedig, hogy megdicsőíti majd az Istent, Jézust megdicsőíti. Nagyon fontos dolog, hogy érzékenyek legyünk arra, hogy mi az, amikor Isten van megdicsőítve, akár egy szolgálaton, egy bármin keresztül, vagy mi az, amikor egy ember van megdicsőítve. Amikor egy ember van felemelve, az mindenképpen nem a Szent Szellemnek a munkája. A Szent Szellemnek a munkája mindig az, hogy dicsőség az Úrnak. Azt mondja, hogy dicsőítették az Istent, miután meggyógyultak. Dicsőséget adtak az Istennek, miután megtörtént velük valami. Jézusnál nagyon jellemző volt a gyógyításoknál és a csodatételeknél, hogy az Istennek adták az emberek a dicsőséget. Sőt, maga Jézus elhárította még azt is magától, hogy azt mondja, nem vagyok jó, egy a jó az Isten. Mikor azt akarják mondani, hogy jó mester, tehát akarták jó színbe feltetni, milyen jó vagy te, milyen fantasztikus vagy te, de azt mondja, álljunk meg gyerekek, egy a jó az Isten, most ezt hagyjuk. Tehát az Isten dicsőíti a Szent Szellem. És a Szent Szellem a bekövetkezendőket megjelenti. Én ezt úgy gondolom, hogy az utolsó időkben, amiben most járunk, különösen nagyon fontos lesz, hogy én ahogy nézem ezt a kommunikációs hálót, tehát a Facebooktól elkezdve a telefon, meg minden. Képzeljétek el, csak egy napra, ha megszűnne a telefon jel, egy napra, milyen káosz lenne itt a Földön. Egy napra, de most csak egy napról beszélek, milyen káosz lenne. És igenis szükségünk van arra, hogy bennünket vezessen a Szent Szellem. Szükségünk van arra, hogy kijelentse magát. És hazamentem, ilyen pici dolgok, hazamentem, ugyanodon ott intézkedtem, aztán senki nem beszélt velem, csak ültem,
és akkor imádkoztam, és akkor fölhívtam a Piszter Ervint. Azt mondja, éppen itt vagyok a Húsos Gyurinál, gyere ide! Már is éreztem, hogy mennem kell. Átmentem Gödöllőre, annyira leszállt a Szent Szellem, oda jött egy ember, akinek nem elég halt meg a felesége. Pont akkor. És én vittem a könyvet, ezt a Soha ne add fel, és adtam neki, és akkor gyerekek, a Szent Szellem akar bennünket vezetni. És éreztem, hogy nekem ide kellett jönnöm most. Fantasztikus megtapasztalás az Istennek, amikor kijelenti a szívedbe a jövőt, azt, hogy merre mozduljál meg. És amikor ezt kezded megtapasztalni, akkor az Isten egyre jobban megérint téged. És amikor káosz lesz a világa, mert az van most már egyébként, hogyha érzékelitek, káosz. A káosznak a legnagyobb jellemzője az, hogy szinte nem tudsz irányt, nem találod az irányt. Nem tudod, hogy mik történnek, pillanatok alatt pörögnek le események, és szükségünk van arra, hogy kijelentse a Szent Szellem, hogy mi az igazság. Szükségünk lesz arra, hogy amikor nem tudunk kommunikálni, tudjuk, hogy mit akar az Úr, hogy hol fogunk találkozni, hogy mi fog történni velünk. Kínálva történt ez meg, hogy a Szent Szellem úgy hozott össze alkalmakat teljesen letiltott helyzetbe, hogy a testvérek megkapták a szívükbe, hogy hova menjenek. És oda mentek, és ott lett az Isten tisztelet, egy valóságos vezetésbe akar belevinni bennünket az Isten. És erről teszünk bizonyságot is. Képzeljétek el, az Isten valóságosan akar vezetni téged a gyerekeiddel kapcsolatban, a barátaiddal kapcsolatban, az üzleti életbe, a nyugdíjas korba és mindenbe, és a nyomorúságodba is valóságosan akar vezetni téged. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy az az isteni vezetés, hogy mindenképpen valami sikert érjünk el, vagy mindenképpen valami gyógyulásba. Te hiszek a gyógyulásba, hiszek a sikerbe, hiszek abba, hogy Isten megáldott bennünket, de nem biztos, hogy az Isten pont azt akarja most az életedbe elvégezni, amit te úgy nagyon szeretnél. Lehet, hogy egy egész más területen megmozdul a Szent Szellem, és azt észre kell venned, hogy megmozdult. Észre kell venned. Mert amikor arra mész, amerre mozdul a Szent Szellem, akkor boldog ember leszel. Akkor élettel leszel tele. És ez a Szent Szellem, ez el lett küldve hozzánk. Ezzel bocsássatok meg, de ezzel rendelkezünk. Jó értelemben, rendelkezünk. Merjük vele valahogy kommunikálni. Kérjük a Szent Szellemet, hogy vezessen, hogy jelentse ki magát, hogy ismerjük meg. Mikor megszomorodik a Szent Szellem, meg kell, hogy ismerjük, milyen az, amikor megszomorodik a Szent Szellem. Igen, megszomorodik. Például, amikor összeveszel valakivel, abban a pillanatban a Szent Szellem megszomorodik. Észrevetted, nem? Igen. Szomorú lesz, nem csak a szíved, maga a Szent Szellem is megszomorodik benned. Akar vezetni a békességre. Akar vezetni arra, hogy rendezed a dolgaidat. Akar vezetni arra, hogy bejöjjön az isteni élet, a forrás a szívedbe. És ez a Szent Szellem három dolgot jelent ki számunkra állandóan. Állandóan. Itt le van írva, nem én mondom, hanem az írás mondja, három dolgot jelent ki állandóan. Ez a három dolog pedig az, hogy az igazságról, az ítéletről és a bűnről. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Tehát igazából az új szövetségben egy nagy harc van a hit. Megmondom miért, mert gyakorlatilag a húsvéti bárány elvette a bűneidet. Ezért a bűn nem az már, amit mi sokszor érzékelünk, hogy ez vagy az vagy amaz, hanem maga a bűn az, hogy nem hiszünk a húsvéti bárány valóságában. Tehát itt mondja az írás, hogy egy bűn van, hogy nem hiszel. Mert abban a pillanatban, amikor hiszel, abban a pillanatban élet jön beléd, abban a pillanatban erőt kapsz arra, hogy a bűneidet legyőzzed. Erőt kapsz arra, hogy elmenjen tőled az ördög. Erőt kapsz arra, hogy ne menjél bele megint az apáidtól örökölt hiába való életbe, hanem hogy szellemi ember legyél.
A hit az, ami téged a mennyel összeköt. A hit az, ami összeköt azzal a valósággal, ami a magban van benne. Hogy üdvösséged van, hogy feltámadtál Jézusba, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, minden bűnöd meg van bocsátva. Olyan érdekes, hogy az úrvacsoránál, amikor Jézus szerzi az úrvacsorát, sokszor beszéltünk már az úrvacsoráról, de nézzétek meg, mi történik az úrvacsorán, senkit nem szólít föl arra, hogy tartson bűnbánatot, senkit. Judás, aki tolvaj volt, és készült elárulni Jézust, nem mondja, hogy veled nem úrvacsorázunk, hanem egyszerűen egy dologra hívja fel a figyelmet. Erre emlékezzetek, a véremre és a testemre, mert ez a ti bűneitek bocsánata. Ne a bűneitekre emlékezzetek, hanem a bűnbocsánatra emlékezzetek. És a kereszténység főleg a bűnökre emlékezik. De Isten azt akarja, hogy emlékezzünk arra, amit ő tett. Hogy hidd el, hogy Isten fia vagy. Hidd el, hogy te egy új természet. Múltkor valami békétlenség ért, mindenkit ér békétlenség, téged azért annyira nem, mint engem, de azért nem baj testvérem, azért örülök, hogy szent vagy, meg ilyen rendes, de azért engem ér békétlenség, akárcsak a Levi barátomat, őt is nagyon sok békétlenség, de az Úr kihozza, az így fog prédikálni, már megmondtam, csak még egy kicsit várunk rá, bátorodjon a szívem. És akkor nem tud, ugye ilyenkor nem tud aludni sokszor az ember, vagy én úgy vagyok, hogy fölébredek. Fölébredek olyan 2-3 óra magasságában, ez az a kritikus időpontom, nektek nem tudom, de nekem igen. És akkor mondom, kezdtem a békétlenségembe úgy beledarálni magamat. És akkor eszembe jutott a saját prédikációm. Hogy fogjul ejteni a gondolatot, ami az Isten ismerete ellen van, stb. Stb. És Istennek nem akar engedelmeskedni, és akkor elkezdtem fogjuk lejteni a gondolataimat, de hát ez azért nem sikerült annyira fogjuk lejteni, mert mindig kiszabadult. És akkor miután kiszabadultam a gondolataim, rájöttem, hogy nem elég fogjuk lejteni, mert az elmegy a fránya lélek újra, saját utat kell élni, különösen éjszaka. És akkor eszembe jutott, hogy nem csak fogjuk lejtem a gondolataimat, hanem elkezdem az isteni dolgokat gondolni magamról, a környezetemről, hálát adni. És először azért adtam hálát, most is emlékszem, hogy a Mónika milyen jó, hogy bekerült a családomba. Már is betöltött a Szent Szellem. Már is örvendeztem, és akkor elkezdtem hálát adni, hogy milyen jó ez, és az, és amaz, és stb., és stb., és stb. És ahogy mondtam, egyre jobban, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy én Isten fia vagyok, hogy én Krisztusban vagyok, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, hogy örök életem van, és már is kifolyt a nyálam, és aludtam. Ennyi, fogjuk lehet ejteni a gondolatokat, igenis, ami Krisztusnak nem akar engedelmeskedni, és be kell hozni helyette, nem elég fogjuk lejteni, be kell hozni helyette a jó gondolatokat. Tehát egyszerűen az a fontos, hogy meglássuk, hogy a bűn Krisztusban egyetlen egy dolog, hogy nem hiszünk. A hit egyébként az bizalmat is jelent, az egy elfogadást jelent. Tehát, hogy nem bízunk az Isten megtett dolgaiban, nem hiszük el, hogy rendben van a megváltás, nem hiszük el, hogy elvégeztetett. Mert ha ezt elhisszük, akkor nincsen bűnkérdés. Akkor nincsen, semmi probléma nincsen. Akkor Isten fiai vagyunk, Isten természetének a részesei vagyunk, akkor tele vagyunk örömmel és békességgel. Ugye a hit, a plébánia előtt lerobban a motorja egy fiatal embernek, és szerhetünk káromkodik, rugdossa a motort, és kijön a pap, és azt mondja, édes fiam, hát ez mégse az Isten háza előtt kéne egy káromkodott is. Rúgdosnak, tehát legalább imádkozzál ezen a motorért. A srác teljesen megrökönyödik, hogy így észrevették meg, hát végül is úgy szégyelte is magát, és akkor gyorsan imádkozott. És akkor berúgta a motort, a motor elindult, és sütyelmet vele. Pa, összecsapja a kezét, azt mondja, ki hitte volna?
hívő vagy, csak épp az aktuális dolgokat nem hiszed el, hogy megtörténhetnek, és hogy az ima az ma is segít rajtad, és igazából Krisztusban győztes vagy, Krisztusban megvan oldva a dolgod. Azt mondja, az ítélet tekintetében a Szent Szellem bizonyítja az ítéletet, és az ítélet, megmondom mi, nem az, hogy te el lettél ítélve. Itt van leírva, nem az van odaírva, hogy el lettél ítélve. Az van írva, hogy a világ fejedelme el lett ítélve. Amikor az atyával beszél Jézus és mennydörög, és stb. Stb. Azt mondja, most vettetik le a sátán, most ítéltetik el a világ fejedelme. A világ fejedelme lett elítélve, és nem te lettél elítélve. Isten szeret téged. Nem ítélt el. Magára vette az ítéletedet. Magára vette a bűneidet. Magára vette az Isten haragját azért, hogy te éljél. Ez az Istennek az evangéliuma, öröm híre. El lett ítélve az Isten miattad. Azért, hogy te ne legyél elítélve. És ebben az ítéletben a sátán lett a végén teljesen elítélve. Tehát az történik, hogy az a legborzasztóbb, amikor az ember úgy érzi, hogy ő alkalmatlan. Amikor az ember úgy érzi, hogy elítélik őt. Biztos, hogy ez a legnehezebb. Jézusnak is a legnehezebb támadása az volt, hogy a saját házába jött és a sajátjai ítélték el. Ugye maga a József története az egyik legszinonimabb Jézus történetével, amikor a saját testvérei árulják el, és a saját testvérei dobják be a kútba, és szinte ölik meg, és a saját házába kapta a szögeket, és a saját házába kapta az ítéletet Jézus. És amikor megértette azt, hogy Isten nem ítél el téged, még akkor se, ha elrontottad, nem haragszik rád, akkor meglágyul a szíved. És meglágyul a szíved, és megérted azt, hogy az Istenben mekkora nagy szeretet van. Megérted azt, hogy ez a szeretet az, ami ma is munkálkodik. Azt mondja, éjjel-nappal közben jár érted az Atyánál Jézus. Ő nem ítél el téged, a világ fejedelme lett elítélve. Én most is mondom nektek, hogy egyikünk se akar bűnbe kerülni. Egyikünk se akarta a bűnt. Úgy születtünk, az apáinktól való hiába való élet, az Ádámnak az örökség. És majd egy kicsit fogok 1 Korintus 15-ből olvasni, ahol le van írva egy-két ezzel kapcsolatos rész. De egyikünk se akart. És ezt látta az Isten, és az Istennek az igazsága az, hogy Jézus Krisztusban pedig te helyre lettél állítva. És nem lettél elítélve, mert ne haragudjál, de bizonyos mértékig nem tehetünk arról, amibe belekerültünk. Valahogy nem kette, és ezt az Isten ezt látta. És ezért azt ítélt el, aki miatt a halál bejött a földre. Aki miatt a háború, a gyilkosság, az irítség, a gonoszság, a gyűlölködés bejött. Az! Nem te vagy ennek a forrása. Fontos, hogy ezt tudja. Nem te vagy annak a forrása, ami sokszor kijön belőled. Az indulat. A harag. Azt mondja, a haragnak a fiai voltunk testileg. De te nem a haragnak a fia vagy már, hanem Isten fia vagy. Az Isten fia az nem haragszik az emberre, az Isten haragja, egyébként van Istennek haragja, az Jézus Krisztusban megállt. És amikor megérted azt, hogy nem tartozik hozzá ez a dolog, és ez bármi lehet. Én emlékszem, amikor, ugye Kati még nem dohányzó, ugye? Nagyon jó, Katikám, aranyi barátok. Tehát a Kati, mint a gyárkemény pöféket, de 38 évig. A Katinak egyik erőssége az volt, amikor azt mondtam, hogy nyugodtan járjon gyülekezetbe, bár azért, ja most ezt nem mondom, mert fölveszik. Na jó. Tehát, és azt mondtam, hogy ne zavartasd magad. Most nem arról van szó, hogy ez jó dolog, hanem arról van szó, hogy ez nem tartozik hozzád, és előbb Isten, utóbb Isten el fogja ezt venni tőled, de azzal törődjél, hogy az Úrban növekedjél, a szeretetben növekedjél, hogy a belsődben örüljél, nem az, hogy te a gyengeséget körül forogjál, hogy a bűneid körül táborozzál. És mi történik ilyenkor? Ilyenkor egy nagyon-nagyon csodálatos dolog történik, hogy bejön az isteni élet, és az isteni élet világosságot gyűjt bennünk, és a sötétség eltűnik a szívünkből.
nem a sötétséget üzzük kifele, és nem a sötétséggel foglalkozunk, és nem a démonokkal, és nem a sötétség erőivel, hanem az Istennel. És amikor az Istennel foglalkozunk, a világosság kiárad, és elmegy, minden elmegy, képzeljétek el, mert el kell mennie, mert a világfejedelme le lett győzve, és hiába nyomorította meg az életedet, akkor is szembesíteni kell, hogy meg vagy ítélve. És minden gyengeségednek mondhatod, hogy meg vagy ítélve. El kell, hogy menjél, és én már nem az az ember vagyok. Én egy új teremtés vagyok. Prédikáljál magadnak. Prédikáljál magadnak. Akkor, amikor a padlón vagy, akkor igaz. Főleg akkor. Főleg, amikor nem jönnek össze a dolgaid. Főleg akkor, amikor nyomorultnak érzed magad. Senkinek érzed magad. Akkor prédikálj magadnak. És mondd el, hogy ez a dolog, ami engem ilyen nyomorultál semmivé tett, ez meg lett ítélve. Mert ennek a forrása nem én vagyok. Nem tőlem származik, hanem a sátántól jött, a világ fejedelmétől, és ezért az meg lett ítélve, le lett győzve, nem tartozik hozzá. Ez az igazság. Amikor ebbe belemegyek, hogy nincsen bűnkérdés, csak egy dolog, hogy higgyek Jézusba, mert ő benne a bűnkérdés meg lett oldva, amikor látom, hogy az igazság az, hogy Istenhez ment Jézus, és az ítélet pedig az, hogy a sátán megítéltetett. Az, hogy az Istenhez ment, erről tesz bizonyságot a Szent Szellem, hogy többé engem nem láttok. Tehát ma az Istent nem látjuk. Ez egyébként bizonyos mértékig nehéz. De azt mondja, jobb nektek, mert elküldöm a Szent Szellemet, és a Szent Szellem a szívünkben munkálkodik. A Szent Szellem megérinti a szívünket, és azt mondja, jobb ez. Tehát, miért jobb? Azért jobb, mert szellemi lények vagyunk, és igazából a láthatatlanból jött létre a látható. És igazából az Isten azt akarja, hogy erre a hullámosra hangolódjunk rá, hogy a láthatatlan világba éljünk, és ott jöjjön meg a kijelentés, ott jöjjön meg az érintés, ott jöjjön meg a látásunk. Amikor erőszívű volt Ábrahám, és látta a láthatatlant, ezért lett a hitnek az atya. Az Isten azt akarja, hogy erős szívű legyél, hogy lássad a láthatatlant, és hogy a láthatatlanból előbb hozzad a fizikális valóságba, a látható világba az Isten dicsőségét. Figyeljetek ide! Ez egy nagyon fontos dolog, hogy fordítva éljük, mint a világ. Mert a világ a láthatóba megy, és a láthatóba munkálkodik, és a látható dolgok határozzák meg. De bennünket pedig a láthatatlan dolgok kellene, hogy meghatározzanak. Tehát a láthatatlan Istenhez tartozunk, a láthatatlan Isten az, akiben hiszünk, az ég és a föld teremtőjébe. Aki egyszerűen elküldte a fiát, de a fia is azt mondta, hogy jobb, hogyha láthatatlan leszek ezen túl, mert jobb nektek, mert a szellemet így küldöm el, és a Szent Szellem által akarom, hogy éljetek. Ezért a látható világ ne határozza meg a szíveteket. Se ha magatokra néztek, se ha én rám nézel, se ha az országra nézel, se a világra nézel, ne ez határozzon meg téged, hanem határozzon meg téged a szellemi valóság. És ez az igazság, és ez az igazságnak a szelleme ebbe akar téged járatni, hogy nem látható az Isten, és a nem látható világ valóságos létezéséről győződjél meg. Egyébként ez a legcsodálatosabb dolog, amikor egyszerűen a szívedben megszületik valami, és az valóságá válik a fizikális életben. Tapasztaltál már ilyet, igaz? Egyébként az első, te is ezt mondtad, hogy azért kellett most 5 évig várnod erre, mert el lett készítve valami, ami csak pont most éred meg. Ez egy láthatatlan szellemi harc. Tehát még egy lakáseladásban is szellemi harc van. Aki adott el lakás vagy egy lakás, mint mostanában mi, ez nem olyan egyszerű dolog. Nem úgy van. Itt egy szellemi harc van minden ilyen dolognál. Szellemi harc van a gyereknevelésnél is. Éppen ma mondtam a Katának reggel, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeinket ne kárhoztassuk, ne azonosítsuk a bűneikkel. És ez egy nagyon nehéz egyébként, amikor a gyerekek rosszak, és nem azt csinálják, amit szeretnénk, és nem úgy viselkednek, ahogy akarjuk. De Isten azt akarja, hogy győződjél meg arról,
hogy őket megváltotta, hogy őket szereti, győződjé meg arról, hogy Isten számukra elkészítette azt a magot, amivel amikor találkoznak és újjászületnek majd, és Isten dicsérik felelt kezekkel, akkor ne azt mondjad, hogy jaj Istenem, hát ezt nem gondoltam volna. Hanem lássad a láthatatlant, lássad meg a gyerekeidbe azt, hogy ők szeretik az Urat. Akárhova járnak, akármit csinálnak. És éppen a Levi, te mondtad ezt a példát, hogy ugye őnek is sok baja van a gyerekeivel. És hát ugye meghalt most valaki a Balatonon, és pont az ő két lánya volt ott közel, közvetlen közelében meghalt. Ott infarktus kapott a vízbe, és meghalt. Meghalt a gyerek. És ezek a lányok, akik nem járnak gyűlibe, meg nem, úgy néz ki, hogy nem érdekli őket, egyből imádkoztak. Egyből imádkoztak. Figyeljetek ide! Higgyétek el, hogy az a mag, amit elvetettünk a gyerekeink szívébe, az ki kell. Csak mi ne tapossuk le a hitetlenségünkkel. Ne tapossuk le azzal, hogy kárhoztatjuk őket, hogy bántjuk őket, hogy azt mondjuk, hogy te trehány vagy, te lusta vagy, ne haragudjál. Azt hittem, hogy jobb ember lesz belőled, de hát csalódtam benned. Tehát ezt a sutyó szöveget abba kéne hagyni, amit a szüleik meg az őszüleik is mondtak egymásnak. Hányszor mondta apám nekem, hogy fiam, utcaseprő se lesz belőle, mert te nem viszed soha semmire, mert miért érzed, miért nődöd, És akkor úgy mentem össze, és akkor úgy is éreztem, és igaza is volt. Igen, igen, de higgyétek el, ez a testnek a szó indulat, ez a testnek a, nem igaz, Bori? Hányszor keseregti a fiaid miatt? De nem ez az Isten akarata, hanem az Isten akarata az, hogy mondjál jót róluk. Mondd ki a hitedet róluk. Mondd ki azt, amivel megérintett az Isten. Nem kell kitalálni dolgokat, amivel megérintett az Isten. Nem érintett meg, amikor született? Vagy amikor megfogantál? Vagy amikor két éves volt, vagy megmenekült először valami rossztól, nem érített? Hányszor érített meg az Isten a gyerekeiddel kapcsolatban, az életedbe? Emlékezz ezekre! Ne haragudjál! Nem a bűneivel kéne azonosítanunk a gyerekeinket, ahogy az Isten se azonosított minket a bűneinkkel, hanem elengedte, és ez változtatta meg a szívünket. Akkor nem állhatunk neki a gyerekeknek úgy, hogy a bűneik szerint, mert úgy állhatunk nekik, hogy a bűneitek nem tartoznak hozzátok, még hogyha úgy is néz ki most, hogy egyesültetek a bűneitekkel. Nem, Krisztus egyesült velünk. Ez az igazság. Ez sokkal nagyobb igazság, mint bármi más. Képzeld el? De ez egy harc! Ez egy harc! Mert amikor jön az elkeseredés, meg jönnek a hétköznapok, meg jönnek azok a dolgok, amiket látunk, akkor az ember padlóra kerül, tényleg. És akkor úgy érzi magát, hogy olyan szerencsétlen. Ugye múltkor elmondtam ezt a horgász sztorit, és egyszerűen az, hogy érted, futottak a rendőrök, engem körülvettek, csak azért, mert egy picit bementem egy területre, meg vissza, mintha megöltem volna egy öreg asszony pisztollyal, érted? És ugye letaglóztak, és akkor ott álltam, és utána leültem a körre, és nem tudtam semmit sem csinálni, nem pecázni nem tudtam, hanem levegőt alig kaptam, nem megaláztak, szóval úgy beszéltek velem. És akkor egyszerűen ott a fiúk szóltak, hogy mi van Karesz, mondom, egyszerűen elment belőlem az élet. Kinyomták belőlem. És akkor imádkoztam, és akkor mondom, Uram, az nem lehet, érted, hogy most elviszem a katta a gyerekeit horgászni, hogy összejöjjünk, érted, és jó megbüntetnek, meg futnak a rendőrök a Karesz után. Szóval példamutató apa, érted, bejön a családba, én Isten. Felkent prédikátor és a rendőrök érted letemelik. De nem tudtam, hogy megyek előlük, én csak őszintén mentem, tehát nem láttam, hogy futnak. Ezek azt hitték, meg akarok lógni. De nem akartam meglógni, a Szent Szellem vezetett, hogy menjek már. De kellett hozzá idő, amikor újra azt mondtam, nem úgy lesz, ahogy ők akarják, nem úgy lesz, ahogy ők gondolják, és nem az lesz az életemmel, amit az ördög akar. Figyelj, van, amikor akkorát beléd rúg az ördög, és olyan fájdalmas, hogy azt hiszed, hogy meghalsz. És akkor mert itt az ördög volt, maga az ördög volt jelenet. Biztos éreztél már te ilyet,
hogy nem egy ember szólt hozzá, hanem rajta keresztül az ördög valami olyan ütést adott, és sokszor a legközelebbi hozzátartozótól jön egy ilyen. És a fel kell ismerni, hogy állj, így Jézus is felismerte, az atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit beszélnek. Van ilyen, hogy nem tudják, mit beszélnek, mert egy olyan indulat járja át őket, hanem ilyenkor azt kell mondani, ez a szellem, ez a gonoszság, le lett győzve. Nem én lettem legyőzve, ő lett legyőzve. Nem én nekem kell szégyellem magam, hanem ő szégyellje magát. Nem én nekem van elrontva az életem, hanem az ő pályafutásának vége lett a kereszten, ez az igazság. A világ fejedelme le lett győzve, el lett ítélve. Nem én lettem elítélve, mert nem én vagyok a hibás. Ő vitt bele a dolgokba engem. Ő vitt bele a környezetemet is ebbe az egészbe. És egyszerűen, amikor ebbe az egészbe az ember gyakorolja magát ebbe a gondolkozásmódba, akkor képzeljétek el, a szellemi valóság egyre jobban meghatározza az életét, és a békesség, ami minden értelmet fölülhalad, eluralja a szívünket és az értelmünket Krisztusban. És ez a békesség, amit ránk hagyott az Úr, kiáll. Egy kicsit olvasom tovább, mert itt nagyon fontos részek vannak, még bírjátok? Még de sokáig, mert izgalmas ez a rész, izgalmas. Még sok, igen, egy kevés idő, és nem látok engem, és ismét egy kevés idő, és meglátok majd engem. Mondta azért az ő tanítványai közül egymásnak, mi az, amit nekünk mond? Egy kevés idő, 5:30, nincsen óra, de mondom. Mi ez, hogy egy kevés idő? És nem látok engem, stb. Mondanék itt, megérte Jézus, hogy őt akarják megkérdezni, a 19. versről olvasom, és mondanék itt, arról tudakozhatok egymás között, hogy azt mondtam, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül a ti szomorúságotoknak, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra öröm miatt, hogy ember született a világon. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fogtok a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket a példázatokat mondta, stb. Megint, hogy az én nevembe kérjetek, kijöttem az atyától, és 28-as vers, és jöttem a világba, ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. A vége, a 33-as vers pedig azt mondja, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen, én bennem. A világon nyomorúságotok lészen, de bízatok, én meggyőztem a világot. Itt egy nagyon érdekes részről beszél, itt nem az elmeneteléről szól csak Jézus, hanem kettő dologról szól. Ha otthon próbáljátok meg elolvasni mindig ezeket a részeket, egy kicsit tanulmányozzátok, csak egy 10 percig nagyon fontos. Azt mondja, egy rövid idő és nem láttok engem, megint egy rövid idő és megláttok engem, mert én az atyához megyek. Amikor Mária a sírnál ott sír, a Jézusnak a holttestét nem találja, akkor megjelenik neki Jézus, és mit mond? Ne érintsél meg, asszony, mert nem mentem fel még az atyához. Tehát Jézus felment a feltámadása után az atyához, és utána jelent meg a tanítványoknak. Felment az atyához. Bemutatta a vért. Bemutatta az áldozatot. Bemutatta azt az egészet, az egész győzelmét, az egész mennek bemutatta. És utána visszajött, elbúcsúzott, és azt mondta, elküldi a Szent Szellemet. És az történt pünköskor. De azt mondja, hogy ez olyan dolog, gyerekek, mint amikor valaki szülni készül, és igazából fájdalmai vannak. Különösen ugye a 9. hónapnak a végén már alig kap levegőt,
a kismama alig, tehát a gyerek kitölti az egész belső részét, és a szülés az fájdalommal történik, és de az az öröm, ami utána van, az fantasztikus. Itt ebben a részben nagyon sok a János evangélium tele van az örömmel. Ebben a részben csak itt a 16-22-es egy örülni fog a szívetek, a ti örömöteket nem veszi el, az atyától kaptatok, ti örüljetek, stb. Ötször mondja, ti szomorúságotok örömre fordul. Többé a kira nem emlékszik az öröm miatt. Valami olyan dologról beszél, ami mint szülés, kihordva lesz, és megszületik, és egy öröm árad ki. És egy picit a Korintus levélhez menjünk, aztán megnézzük ezt az egészet, mert nagyon izgalmas egyébként. 1 Korintus 15 azt mondja, ismeritek ezeket az igéket, de azért megint olvasom. 1 Korintus 15-22. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban is mindnyájan megelevenedtek, elevenítettek. Mindenki pedig a maga rendje szerint első zsenge Krisztus, azután, aki Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodni, míg nem ellenségeit mind lábai alá vetik. Mint utolsó ellenségét töröltetik el a halál. És akkor egy kicsit tovább menve, ezt temetésen is sokszor szoktam olvasni, a 42-es versből, elvet, talán 42-estől, éppen így a halottak feltámadása is elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki testben, feltámasztatik szellemi testben. Van érzéki és van szellemi test is. Így van megírva, lőn az első ember Ádám, élő szellemé, az utolsó élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való, földi, a második ember az Úrból, mennyből való. Amilyen a földi, olyannak a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Az pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek, és akkor itt elváltozunk, és azt mondja, elnyeletett a halál diadalra. 55-ös vers, halál hol a te fullánkod, pokol hol a te hatalmad, a halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki diadalmat ad nékünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljátok mozdíthatatlan, buzgon az Úrnak dolgában mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való. Tehát itt elkezdi mondani, hogy Ádámban meghaltunk, Krisztusban megelevenítettük. Utána elkezdi mondani, hogy van érzék és van testi test. Az Úr mennyből való, és aki az Úrtól született, az szellemi, mennyei lény lesz. Most ebben az egész történetben azt szeretném kifejteni, és azt szeretném megmutatni, hogy Ádámtól megszülettünk testi emberként, és Ádámnak a bűne miatt a pokolhoz tartoztunk, és természetesen a saját bűneink miatt is. De Krisztus megszületett, mint szellemi ember. Meg kell érteni valamit. Mária, amikor megfogant, akkor a mindenható Isten gyakorlatilag lejött a földre ember formájába. Mit jelent ez? Az Isten szellem. Nem látta senki. De az Isten szellemi valósága Jézus Krisztusban inkarnálódott. Jézus Krisztusban jelent meg. Jézus Krisztusban öltött testet,
az ember az Istenben, az Isten az emberben. Tehát Ádámban mindenki bűnös lett, Krisztusban mindenki bűntelenné lett. És amikor azt mondja, hogy szülési fájdalmam van, akkor most megmondom nektek, hogy az utolsó Ádám, Jézus Krisztus, ott a kereszten megszült téged. És ez a vajudás, ami vele történt, hogy azt mondja, hogy szomorúak vagyunk, de ez a szomorúság nem fog sokáig tartani, ahogy az asszonynál se a fájdalom, mert amikor gyerek születik, és a gyerek születéséről beszél, a kereszt halállal kapcsolatban. Gyakorlatilag az ő halála a te születésnapod. Az ő halála a te megmenekülésednek a napja. Az ő halála az, amikor te szabad lettél. Az ő halála az, amikor megkaptad az örök életet. Az ő halála az, amikor az utolsó Ádámba minden el lett törölve, ami az első Ádámba bejött. Ez az ő halála. És ezért vajudott, de azt mondja, olyan öröm van ebbe, olyan felszabadultság van ebbe, hogy nem fogunk szomorkodni emiatt a halál miatt, nem fogunk kétségbe esni emiatt a nyomorúság miatt, mert ami születik, az csodálatos. Ami születik, az csodálatos, és igazából, amikor bemutatta Jézus az atyának, azt mondja, fölmegyek az atyához, és utána mit mond? Nem fogtok engem kérni, hanem az én nevemben mehettek az atyához. Tehát mit jelentett ez? A bűneink miatt, az elesettségeink miatt, az elvetettségeink miatt nem tudtunk az Istenhez jönni. Nem tudtunk. Profétákon keresztül, különböző embereken keresztül, közbenjárókon keresztül. De egy közbenjáró adatott az új szövetségbe, az ember Jézus Krisztus. Nincs több közbenjáró Isten és ember között, mint a Jézus Krisztus. És azt mondja, és az én közbenjárásom azt eredményezte, hogy te közvetlenül mehetsz az Istenhez. Az én nevemben, azt mondja, ne engem kérjél már, hanem te kérjed az atyát, mert az atya az én nevemre való hivatkozás miatt teljesen beenged téged, teljesen rendben vagy nála. Újjá vagy születve, én bennem. Ez a mag, amit Jézusba kaptunk, ez bevisz bennünket a mennyei valóságba, és az atyát kérhetjük. Azt mondja, bármit kértek az atyától az én nevemben, megadom nektek. Mit jelent ez, hogy bármit kérünk? Figyeljetek ide, miért nem működik ez a dolog úgy, ahogy kellene? Miért? Mert eszünkbe jut ugye, hogy bármit kértünk, mert mennyi mindent kértünk. Miért nem működik? Mi van itt? Valami akadálya van ennek az egésznek. Figyeljetek ide! Ez az egész ív, amit én itt most leírok, ez az ív, ez olyan mértékben bevehetetlen egyébként, az ördög nem is érti, de nem érti a vallásos világ se, mert a vallásos világ is teljesítmény által akar gondolkozni, és erkölcs által. De a kereszténység nem erkölcs által való menetel, hanem a kereszténység hit által, kegyelem által, Isten szeretete által való menetel. Ami nem arról szól, hogy neked mi a teljesítményed, hanem arról szól, hogy hiszel-e, és bemész-e abba, amit Isten megcsinál, bemész-e abba, amit Isten létrehozott, vagy pedig ragaszkodsz ahhoz, amiben egyébként is testileg benn vagy, és az ótömlőbe nem lehet beleönteni az új bort, mert szétfeszül, lehetetlenség jó emberként, éppen most arra gondoltam, hogy régen, amikor így nem jött össze a dicsőítés, most nagyon jó volt a dicsőítés, semmi probléma, de amikor így nem jött össze a dicsőítés, akkor én tudom, hogy legalább 5 emberrel, 3 emberrel nagyon összevesztem. De tényleg nagyon összevesztem, hogy az Úr munkája, szedd össze magad, fiam, meg mit képzelsz, hogy így, meg te és te, hol vagy, mit csinálsz? És akkor, amikor már a negyedik nemet kaptam, és már senkit nem tudtam beszervezni, és semmit nem tudtam megcsinálni, egy békesség töltött be, és azt mondtam, Istenem, tiéd ez a gyülekezet, nem az enyém. Te neked áll, és te neked bukik, de megállunk, dicsőítés nélkül is megállunk, minden nélkül megállunk, mert az Úr nem azért tart meg bennünket, mert jó a dicsőítés. Nem azért tart meg bennünket, mert jó a prédikáció, azért, mert szeret bennünket, képzeljétek el. És az Erzsit is meg fogja az Zalaegerszegen tartani. Nem azért, mert nem a közösség, érted? Nem a, valahogy megszabadultam, és nyugodtan voltam egész délelőtt az Úr
jelenlétében, még aludtam is egy nagyon. Hála az Úrnak, Isten dicsősége megjelent, és tudtam azt, testvérek, tudtam azt, hogy egyetlen egy érintés, ami a szívedet eléri ezen a napon, sokkal többet ér, mint egy fergeteges dicsőítés, amiben nem történik mondjuk semmi. Sokkal többet ér egyetlen gondolat, amivel az Úr eléri, az Úr megérint téged, sokkal többet ér mindennél. És higgyétek el, hogy sokszor ragaszkodunk bevett sémákhoz, szokásokhoz, és merevkedünk, és feszültek vagyunk, de Isten ki akar bennünket hozni a feszültségbe, és azt mondja, hogy figyelj le, Karesz, egyen foglalkozzál most te, légy szíves, ne a másikkal, hogy miért nem dicsőít, hanem azzal foglalkozzál, hogy te jól legyél. És ha te jól vagy, akkor a többiek is jól fognak lenni. És nem kell itt senkit bántanunk, mert mindenkinek megvan a baja, hát nem kell egymásnak esnünk még a Jézus nevébe, hogy miért nem szállod oda magad jobban, testvérem, és miért, és mi, mennyi ilyen dumát mondtam én, Istenem. Mennyit foglalkoztam én a testvérekkel, éjszakát és nappal nem kimélve, bizonyítottam rá, hogy mennyire nem, nincs rendben az életük, és hogy kéne összeszedni magukat. Hála az Úrnak! Én ettől már megszabadultam. Elég nekem az, hogy magamat is felszabadítsam újra és újra a vallásos teher alól, ami rám akar jönni, ami meg akar métejezni, ami újra úgy akarja gondolataimat összehozni, hogy testi módon gondolkozzak magamról, testi módon gondolkozzak Isten dolgairól. Nézzétek meg, a legnagyobb pusztulás Jézusnál az ő meggyalázása és kereszthalála volt. A legnagyobb pusztulás. És az lett a legnagyobb győzelem. Tehát az Isten országában figyelj, de nincs semmi elveszve. Amikor úgy érzed magad, hogy most már minden elveszett, akkor vagy igazán jobb pozícióban. Komolyan. Akkor tud jönni az Isten. Akkor tud jönni az Isten, mert egyébként úgy hajlamosak lennénk azt mondani, hogy de azért, tudod Uram, azért én is azért eléggé benne voltam ebbe is. De amikor Ábrahám, ugye múltkor is beszéltünk, Ábrahám a lehetetlenségig lett belevive, de nem azért, hogy teljesen tönkre menjen, hanem azért, hogy egy pillanatig se tudja azt mondani, hogy de Uram én. Hanem csak egyet tudjon mondani, hogy az Úr kegyelme, az Úrnak a szeretete, az a beszéd, amit ő mondott felőlem, ez lett valóságá. Nem az én testi természetem. Mert a testi természetem az vége lett, hanem az Istennek a beszéde, az ígérete lett, megfogant. És ez lett az igazság. Ez lett a hit. És amikor megértettem ezt, hogy Jézus az Atyához ment, ahonnan kijött, akkor már ezt is sokszor mondtuk, de olyan döbbenetes dolog ez, gyerekek, hogy az Atyához Jézus emberként ment föl. Tudom, hogy már mondtuk ezt, de még egyszer, ez egy döbbenetes, valóságos tény. Eljött az Isten, Mária testében emberré lett, valóságosan megmutatkozott nekünk, utána ez az Isten nem vetette le az ember testét, hanem a meghalt, a mi halálunkat meghalta, a te halálodat, meghalt a te bűneid miatt, meghalt a te nyomorúságod miatt, minden magára véve halta meg a te összes nyomorodat, és feltámadt méghozzá abba a testbe, az Ádám testébe támadt fel, ugyanaz a Jézus föltámadt, és feltámadta a te feltámadásodat, a te bűntelenségedet, és az Atya jobbján vagy, és benne vagy felültetve az Atya jobbján Krisztusban. Ez a valóság. Ez a valóság. Ez egy szenzációs, szédületes valóság. Ez egy, amikor megérted, akkor megborsózik a hátad, hogy ez nem te miattad, hanem ő miattad megvan. És amikor megvan, akkor egyszerűen kinyitod a szívedet és megvallod magad előtt is, hogy én Krisztusban föl vagyok támadva. Én Krisztusban örökké élek. Én Krisztusban az én bűneim mellettek törölve. Krisztusban megszülettem. Ezért mondja Nikodémusnak, hogy aki nem születik földről, az bizony nem megy be Isten országába. És... Tessék? Földről. Nem születik földről, nem mehet be Isten országába. És azt mondja, bújjak vissza anyám méhébe. Nem, azt mondja, te nem érted, Izrael tanított, te nem érted, hogy miről beszélek? Te, aki tanítani akarod a szellemi dolgokat, nem tudod, hogy ez a dolognak meg kell történni az emberben?
hogy újjászülessen, mert nem tud a régi bemenni. Nem, ezért voltak az áldozatok, ezért voltak a proféták, ezért volt minden, minden arról szólt, hogy alkalmatlan az ember, és valahogy alkalmassá tegyük, hogy bemenjen. És ez tett bennünket alkalmassá, a fölülről való születés. És amikor megláttam itt a János evangéliumban is, hogy azt mondja, megyek az atyához, megyek, ahonnan kijöttem, visszamegyek, és utána már az atyát kérhetitek. Kérhetitek az én nevembe, akkor egyszerűen megnyílik ez az egész körnek a perspektívája, hogy bekerültünk ebbe az egészbe, és mehetünk az Istenhez őszintén, úgy, ahogy vagyunk, és ezért van az, hogy a legbűnösebb embert is Isten meghallgatja, képzeld el. Mert Jézus nevében van menetelünk az Atyához. A legbűnösebb ember is, amikor imádkozik, az Isten meghallgatja Jézus miatt. Mert amikor bemutatta a vért, bemutatta az áldozatot, akkor képzeljétek el, hogy az emberiség ártatlan lett. Ártatlan lett. Vége lett. Ártatlan lettél. Teljesen tiszta lettél. Teljesen rendben lettél. És azt akarja is, hogy ezt hidd el. És amikor ezt elhiszed, akkor kezd a bűn megerőtelenni benned. Mert itt nem arról beszélek, hogy bűnözzünk nyugodtan tovább, hanem amikor elhiszem, hogy Krisztusban bűntelen vagyok, akkor elkezd megerőtelenedni a bűn én bennem. Amikor elhiszem, hogy Krisztusban föl vagyok támadva, és az Atyához mehetek, akkor ez a szentség kiárad, ami a mennyben van. A mennyben szentség van. Imádják az Istent. De bekerülhetsz oda Krisztusban, az imádat helyére, a forráshoz. És amikor ez a forrás kijön a mennyből, és örök életre szökő vízforrás lesz a szívedbe, akkor összeköttetésbe vagy a mennyel. És ezt tudjátok, mit hoz az életünkbe? A szentséget. A büntelenséget. Az érzékenységet. Nem a testi vonal, nem a testnek a gyakorlása, nem az, hogy jó ember akarok lenni, hanem az, hogy elhiszem, hogy ő benne tökéletes vagyok. Ez a dolog elkezdi az én életemet átalakítani. És hiába testben élek, nem test szerint járok, hanem szellem szerint kezdek el járni. Szellem szerint kezdek el, és figyeld, egy harc, persze. De akkor észreveszed, hogy most ez testi volt, amit mondtál, testi volt, amit reagáltál, akkor álljál meg, és hozd be a szellemit. És engem nem érdekel a logika. Engem nem érdekel, hogy már 100 éve nem beszélgettél valakivel. Ha jön a Szent Szellem, és azt mondja, most menjél, és vigyél neki valamit, akkor tedd meg. Engem nem érdekel, hogy mit okoskodsz. Szellem szerint kezdjünk el járni. És amikor ez bejön, akkor egyszerűen ez a forrás kiábrázolja a Krisztust. És igazából tényleg ez az egyetlen menekülés a bűn elől, hogy a büntelenséggel, a büntelen valósággal kapcsolatba lenni, és ez a büntelen valóság, ahogy növekszik bennem, ez a szőlőtő. Amikor a szőlőtőkére rákerülök, ez az élet, ami a szőlőtőkéből buzog, ez a mennyei élet elkezd átjárni engem, a szemeimet, a fülemet, a gondolataimat, a szívemet, a látásomat, a hitemet, és elkezdek Isten lenni. Isten lenni. Isten lenni, mert az Isten élete, természete kezd lenni bennem, és az emberek is ezt fogják látni, hogy te isteni vagy. Isteni szeretet van benned, isteni öröm van benned, isteni békesség van benned, isteni megoldások vannak nálad. És képzeld el, az utolsó időben jönni fognak hozzád az emberek, hogy az isteni megoldás segítsen nekik. És te meg fogod kapni az isteni megoldást számukra is. Azokra, akik nem hittek, és meg fogják kapni ajándékba az isteni megoldásokat tőled. Mert ez Istennek ez az akarata, hogy só legyünk, hogy kiáradjunk, és hogy a bűnösöket fölemeljük, hogy szeressük őket, hogy elvezessük őket Istenhez. Nem a gyülekezetbe, nem úgy mond a megtérő imájára, hanem vezessük el őket az Isten érintésre, ahhoz, amire egyébként ők vágytak is mindig. Vágytak is, mert oda tartoznak. Minden ember Isten képmására helyett. Vágytak. Abban a pillanatban, amikor megérinted őket ezzel, hazatalálnak. Sokszor mondtuk már az illattal kapcsolatban is. Megérzik a mennyi illatát, és azt mondják, hát ez az én otthonom.
Nem csak a tiéd, az enyém is. Hát nem is tudtam, hogy nem csak a keresztényeké az Isten, hanem az enyém is. Én nyomorult emberi, hát Jézusnak ez volt az evangéliuma. Hát jöttek hozzá a bűnösök, tolódtak, meg akarták kéríteni, mert rájöttek, hogy nem csak a zsinagógába járó farizeusoké az Isten, hanem ez az ember azt mondja, hogy szereti őket az Isten, hogy a bűneik meg vannak bocsátva, hogy meggyógyította őket. És azt gondolom, amikor kinyílik a szívünk, úgy, ahogy Istennek kinyílt a szíve, hogy gyerek születik, meglássuk mi is, hogy megszületett ez a gyerek, ez az új Ádám, akiben mindenki benne van. És amikor ezt meglátjuk, akkor örülünk. Képzeld, örülünk. Egy öröm, egy békesség átjárja a bensőket, Istennek az élete teljesen betölti a szívünket. Amen. Köszönjük, Uram, ezt a mai délutánt, és köszönjük ezeket az igéket, amiket adtál. Igazán fel sem tudjuk fogni ezt a csodát, amit velünk tettél. Annyiszor el akarja lopni az ördög, hogy békességünk van az Istennel, mert az Isten kibékült velünk. De a Szent Szellem az bizonyítja, hogy egy bűn van csak, hogyha nem hiszünk. De az azért, mert akkor a bűneinkben maradunk. Egy igazság van, Jézus Krisztus az igazság, aki ott van az Atya jobbján, és emberként, teljét nem látható a Földön. Az ítélet pedig, hogy nem mi lettünk elítélve, hanem a világ fejedelme. És Uram, nem sokára elmenjünk erről a Földről mi is, ahogy az elődeink elmentek, de mi úgy akarjuk élni a napjainkat, hogy Krisztusba vetett hittel. És én azt kérem az én testvéreimre, hogy hogy találnak rá velem együtt a krisztusi vezetésre, a Szent Szellem vezetésére. Hogy jelentse ki nekünk a jövőt, hogy bátorítson, hogy töltsön be bennünket. Drága Szent Szellem, Te, aki itt vagy, és összekapcsolsz bennünket a mennyel, akarunk teret adni neked. Itt vagyunk mi hívők, akik sokszor vallásosság által meg lettünk nyomorítva. Vallásos démonok elmondták a szívünknek, hogy milyen az Isten, ami nem is tudták, hogy milyen. Drága Szent Szellem, jelentsd ki, hogy milyen az Isten. Hogy milyen gyönyörű. Hogy mennyire szeret. Hogy bemutatta a vérén keresztül az áldozatot, és hogy bűntelenek vagyunk ő benne. Hogy megszületett a gyerek, akik mi vagyunk. Isten kegyelme által elfogadjuk. Drága Szent Szellem, jöjj és minden rossz gondolkozást törje össze bennünk, és hadd áradjon ki a szabadságnak, a hitnek, a szeretetnek, a szellemnek. Hogy elmenjen minden szorongás a szívünkből, minden hitetlenség, mindenfajta kudarc, gyalázkodás, amit a sátán adott nekünk, a vádlások, minden gonosz érzés, alkalmatlanság, minden kisítőség, mindenfajta megalázottság, tönkrement, tönkretett borzalom. Drága Szent Szellem, szabadítsál fel bennünket, hogy meglássuk, hogy Te benned isteniek vagyunk. Te benned áldottak vagyunk. Uram, Te magodat befogadjuk, ami valóságosan hordoz mindent, ami az üdvösségre szükséges. Nem nézünk a testi mi voltunkra, az elbukásainkra, hanem arra nézünk a Te győzelmedre. Megnyitjuk a csapot, a szelepet, a gátat, a hitünk által. Kimondjuk, hogy Uram, jöjj! Jöjj be a gyerek nevelésünkbe! Jöjj be a munkahelyi problémánkba! Jöjj be az anyagi nehézségeinkbe! Jöjj be a kapcsolati nehézségeimbe, Uram, kérlek, jöjj be, hát egy győzelmeddel, mert mi nem akarunk már okoskodni, és nem gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani. De elfogadjuk, hogy Te, nálad ez rendben van. Halleluja. Halleluja.
Szent, szent.